embereknek az a az, a, az aljassága és a, a, az az elvetemedettsége, meg ami sugárzik a beszédükből, az a, a, a tehát ez borzasztó, egész végig, egész nap abba fáradok el jobban inkább, a munkától is fáradt vagyok fizikailag, de az, hogy, hogy, hogy hallgatnom kell ezt a sok ocsmánságot, amit, amit beszélnek, és azt a sok Fesletséget, meg azt az aberáltságot, hogy, hogy, azért, hogy amikor előjönnek, és akkor hogy a feleségeikkel, meg az élettársaikkal, meg a barátnőikkel, és akkor hogy ki mit csinál a, a másiknak a feleségével, hogyha elcsereberélnék, meg, meg ezek az aljasságok, akkor az, hogy egymást hogy izélják, milyen most tudom, ilyen ledegradálóan beszélnek egymásról és egymással. Tehát a kutyámmal nem beszélnék úgy, mint ahogy ezek egymással. Az egyetlen jó dolog az egészben, hogy ebbe nem próbálnak engem belevonni. Már Na, nagyon és, jó. És, legalább. Tehát látják, hogy nem vagyok vevő rá, és hogy látják, hogy én nem használom azt a, azt a language-et, azt a nyelvet velük szemben, amikor szólok nekik, hogy, vagy kérdezek tőlük, tehát nem, nem megyek bele ezekbe az aljasságaikba, és ezt valahol nem tudom, hogy megmondani, hogy miért, vagy csak most ez csak addig, mert azért, mert új vagyok, de majd esetleg később, hogy ezzel majd esetleg előjönnek, hogy még erősebbnek kell lennem addigra, vagy mit tudom én, vagy valahogy, Észel megoldani azt majd, hogy Isten értelemmel, hogy, ö, hogy, ö, azt, hogy, meglássák, megértsék valahogy azt, hogy, hogy ö, inkább kész vagyok ott hogy a, a társaságot, a munkahelyet, mint hogy én elváltozzak az ő ö, az ő viselkedésükre, az ő beszédstílusukra. stílusukra. Tehát ö, eddig örülök neki, hogy látják azt, hogy nem vagyok vevő rá, és nem próbálnak bevonni, de önmagában az, hogy rajtuk keresztül sátán abjúzol és, és ö, ö, ostromol, hogy én is, ö, az én számon is kijöjjenek azok a szavak, amikkel ők beszélnek, meg hogy úgy gondolkozzak, meg, meg ö, tehát, hogy részt vegyek, Tehát ez is önmagában borzasztó nehéz, mert ugye, ha körül vagy véve ilyenekkel, és ezek állandóan ezt beszélik, ha nem is értesz vele, Egyet, csak ö, időkérdése, és egy gyenge pillanatban ki fog belőled csattanni. Vagy az, hogy durván odavágsz nekik, hogy hagyjanak, hagyjanak békén vele, vagy az, hogy ö, észre se veszed, és tele lesz az elméd vele. Tehát győzöm magamat napközben azzal kardozni őket, amikor ezeket a beszédeket mondogatják. Hogy ami eszembe tudok juttatni a, a beszéddel kapcsolatban, az Isten igényéből azt mondogatom magamba ilyenkor, és akkor ezzel kardozom le az ő ö, ocsmánságaikat a beszédben, meg a viselkedésben. más máshogy nem tudsz győzni. Tehát ö, erőt fog rajtad venni, ha nem, ha nem használod ilyenkor gondolatba az Istennek az igényét, akkor erőt fog venni. Ha akarod, ha nem. Mert nem csinálsz az elméddel, a gondolatoddal, nem állsz ellen. Tehát, ha, ha már csak annyit nem csinál az ember ilyenkor, ha körül vagy véve, ilyen akadékoskodó emberekkel, vagy valakik rá akarnak venni valamire, hogy olyan legyél, vagy úgy gondolkodj, vagy fogadj nekik szót. Ugye, tehát férfiak esetében, amikor bekerülsz egy munkahelyre, akkor mindennel ösztönösen is megpróbálkoznak, csak hogy kinelógiál és hogy bebizonyítsák, hogy te nem vagy jobb náluk, hogy ne kelljen magukat rossznak, rosszul érezni azért, mert te a te gondolkodásod, a te beszéded más, és ugye ilyenkor rád zúdítják, akár tudatosan, vagy akár tudattalanul, mert ilyenek, ugye sátán használja őket, hogy addig beszélteti őket, amíg te beadod a, a derekad, beadod a kulcsot, csak azért, hogy ne kelljen a a megkülönböztetés meg az akármit elszenvedned, ezért inkább beidomulsz és úgy fogsz viselkedni. De akkor abban a pillanatban Isten ellenségévé váltál, és eldobtad az üdvösséget abban a pillanatban. Szóval, ha ilyenkor nem csinálja azt egy férfi, hogy Isten igazságát ismeri, nem mondogatja magában azt, hogy amikor hallja ezeket a szavakat, hogy, hogy hogy ez nem Isten igazsága, ez istentelenség, ezzel ha egyetértek, vagy én is ezt csinálom, elveszítettem az üdvösségem, és nem akarok elkárhozni, ez nem Isten szerint való, én nem akarok egyezni. Tehát ha ezt valaki nem mondogatja, nem beszélget az agyába e, ilyenkor, az biztos, hogy ezeket az embereket használva a sátán biztos, hogy el fogja érni, hogy elveszítsd az üdvösséged abban a pillanatban, amikor kimondod azokat a szavakat, amit ők használnak. Vagy mondjuk nők esetében, hogy, hogy akár munkahelyen, vagy akár mit tudom én, egy nőt megkérnék, ez egy férfi, és csak addig duruzol neki, addig ugye mondják, hogy mondják ezt magyarul, hogy... Udvarol. Uh, 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 Udvarol, meg mit szoktak még más mondani, hogy... Uh, E, hogy a férfi addig e, mézes mázas szavakkal, meg addig-addig ostromolja a nőt, és ugye a, a, nők meg azt hiszik, hogy, hogy, hogy ha egy férfi e, megállás nélkül ugye ostromolja, és, és e, visszautasítások ellenére is e, a férfi jön, 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 hogy ez a nőnek azt fogja jelenteni, hogy akkor ez, ez biztos igaz szerelem, és hogyha ennek ö, ö, beadja magát, és ö, szóba áll egy istentelen férfivel olyan, aki ismeri a Bibliát, abban a pillanatban elveszítette az idősséget, mert ott vannak azok a parancsolatok nekünk férfiaknak is, nőknek is, hogy beszédben, akaratban, meg mit tudom én, ö, tehát minden, ami a természetünk, meg a, a személyiségünknek a... A, az oldalai, a gondolkodás, az érzelem, az értelem, az akarat, a cselekedet, bármelyikkel megadjuk magunkat abban a pillanatban, azon a területen elveszítettük az üdvösséget. És ezért kell megtanulni minden körülmények között, mindenféle módon, férfinak, nőnek, fiatalnak, idősnek, az Isten, aki üdvösséget és bűnbocsánatot akar ad, kapni, hogy... Ugye van a példabeszédekben, hogy a férfiakra is, hogy a bolond férfi, az hogyan gondolkodik, hogyan beszél, hogyan viselkedik, meg a, a nő is, vagy asszony is, ugye azt mondja, hogy mint a disznórába az aranyperec, vagy a karik, hogy van? Aranyperec, olyan az a, az a szép asszony, akinek nincsen, zárójában Istentől való értelme, bölcsessége, ugye? Tehát... Ha egy Bibliát olvasó nő vagy egy férfi megadja magát a, akár a munkahelyen, a, az állatinál is rosszabb erkölcsű férfiaknak, munkatársaknak a, a, a nyomásának, és hogy kipréseljék belőled a földi testi ördögi sátáni természetet, ugye ha ennek nem akar valaki ellen, és nem és hagyja, hogy ez fölötte röpködjön a feje fölött, mint Dávid mondja talán, hogy rosszat. Ö, ö, gondoltam, de nem engedtem a számnak, hogy, hogy kimondjam azt. Uh -huh. Talán Zsoltárokban van ilyen... Elhatároztam, uh, hogy nem vétkezem alkalommal, vagy nyelven. Igen. Nem? Tehát... Uh, uh, sátá... látjuk azt például ugye a megmentőnknél, hogy amikor, uh, amikor a fára tették, és kiszögelték oda, és akkor mi történt a, a sátán a zsidó vezetőket, a nép vezetőit, az írás tudókat, és ő általuk fölbőszített csürhét, arra használta, beszéltette őket, hogy hát, ha te vagy az Isten fia, gyere le, szállj le a fáról, és Igen. elhisszük neked, hogy te vagy az Isten tökő. Értitek? Tehát ezért mondja máshol a példabeszédekben, már említettük az előző beszélgetésben, hogy, hogy az is meg van írva, hogy ha a tövisek és a bogácskórók között is vagy, ne félj az ő beszédüktől. Tehát ez a ne félj, ez nem csak azt jelenti, hogy jaj, most mit fognak mondani, meg hogy en nekem számít az, hogy a munkatársaim, meg a, a körülöttem levő emberek, hogy mit gondolnak rólam, és mit mondanak, és hogy jó, most mi lesz, egyáltalán nem érdekel, hogy mi lesz, mert nekem nem a munkatársaimnak, meg nem a körülöttem élő embereknek, nem a testvéremnek, nem az anyámnak, apámnak kell megfelelni, mert ha meghalok, a nekik való szótfogadás, és az, hogy beadom a derekam, az, az ö, kárhozatot fog hozni, de nem örök életet, nem bűnbocsánatot fog. Ezért nem szabad ö, rájuk ö, ö, hagyatkoznom, nem szabad az ő gondolkodás mondjuk szerint gondolkodnom, nem szabad az ő ocsmány beszédük szerint beszélnem, nem szabad a világ erkölcstelensége szerint ö, beidomulnom és, és együtt futnom a, az istentelen, erköstelen, parázna embereknek a szokásaival, hogy ilyenkor mi a szokás, meg olyankor mi a szokás meg most rám mosolyog egy férfi, vagy rám mosolyog egy nő, teszek rá, hogy ki hogyan mosolyog, nekem az üdvösségem az, hogy Isten megbocsát, hogy tudom, hogy úgy megyek ki ebből a világból, hogy mindent megtettem azért, hogy Isten megbocsásson, ez kell, hogy a legfontosabb legyen férfinek és nőnek, fiatalnak, tinédzsernek és öregnek, aggastyának vagy özvegynek, mindenkinek, hogy ez kéne a legfontosabb legyen, és ugye körülvesznek bennünket, a, ugye a nőkről azt mondja, a, a rossz beszédű, rossz erkölcsű nőkről, asszonyokról, ugye úgy jellemzi őket a, a példabeszédekben, talán vagy a, az énekek énekében, most nem emlékszem pontosan, hogy tövis, tövisek, mert úgy beszélnek, amikor beszél hozzád egy rossz erkölcsű, istentelen, engedetlen nő vagy asszony, hogy ö, sajog a szíved az értelmed utána éveken keresztül, és azon fortyogsz, hogy hogyha nem vagy elég erős, hogy ezt hogyan ö, adjad vissza, vagy hogyan intézd el, ami, amihez ilyen eszközhöz nem fordulhatunk. Vagy férfiakra ugye azt mondja, hogy ők a bogáncskórók, és ez, erre mondja ezt talán ezékielnél van, van talán, hogy, hogy azt mondja, hogy ha a tövisek és bogáncskórók között vagy, akkor se féljező beszédüktől, tehát ez a félelem, ez nem az a fajta félelem, hogy jaj, most, hogyha össze-vissza káromkodok, és én nem káromkodok velük, akkor ők kinéznek engem, tehát ez is az egyik, de fütyülni kell rá, tehát nem szabad, hogy érdekeljen, foglalkozzon, mert abban a pillanatban elvesztetted a sok éves gürcölésed után az üdvösséged, a bűneidnek a bocsánatát, ugye? Te szerintem van mondani? Nem. azt és ugye erre mondja azt, hogy a rossz erkölcs, rossz beszédű ö, lányok, nők, asszonyok azok a, a tövisek, a rossz istentelen, ö, 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 aljas szándékú férfiak, a beszédeikkel pedig a bogáncskórok, mert a beszédeikkel ö, szurkálnak az elméden keresztül, bemegy a hallásodon, és az bejut a szívedbe, és fájni fog az érzelmet, sajogni fog azoktól a gonosz beszédektől, amik, amiket ö, mondanak. Neked az emberek, és a, azt hiszem a, az énekek énekében van talán az, hogy olyan azért mátká, mint ö, Lilium a, a tövisek között. Tehát, ö, ugye Isten az ő neki engedelmeskedő, és az ő segítő tanú, tanítóinak engedelmeskedő embereket, ugye az engedelmes asszony, az Ekklesia, a az Isten fia felesége csoportjában látja, és ő Liliumnak nevezi, ugye? mert Isten szerint gondolkodik, Isten szerint beszél, szót fogad az Isten utasításainak, mint férjének, ugye az utasításainak, és ezeket így egy szép virághoz hasonlítja a liliomhoz. Azokat a nőket, asszonyokat, akik pedig ezen kívül esnek, azokat tövisnek. A férfiak közül is, akik, akik szót fogadnak, a megváltónak, az apostolokon keresztül jött parancsolatainak, utasításainak, ugye erre azt mondja a, a, az énekek énekében, hogy mint, mint szerelmes szarvas, vagy szökelő szarvas, olyan az, én, olyan az én szerelmesem, amikor férfiúról beszél, ugye, és sok minden ilyen hasonlat van, amiben meg lehet érteni, hogy Isten hogyan gondolkodik az ő szerinte gondolkodó és beszélő és élő, cselekvő, neki szótfogadó, férfiakról és nőkről, ugye? És tehát az emberek elsősorban a beszédeikkel, sátán az emberek beszédeivel szurkál bennünket, és amikor már a az elménket az ocsmásságaival, akkor ez be fog potyanni a szívünkbe, az akaratunkba, az érzelmünkbe, és ez borzasztóan fog fájni. A, és ettől fog majd függeni a, a reakciónk. Ha ezt beengedjük az értelmünkbe és a szívünkbe, ez arra fog sarkalni, hogy ugyanúgy viselkedjünk, mint ők, mert ne, vagy nem akarunk több ilyen ö, sértést elszenvedni tőlük, vagy el akarjuk játszani a hülyét, és azt mondani, hogy hát akkor ők közöttük vagyok, úgy viselkedek, mint ők, aztán addig majd békén hagynak. De nem fognak békén hagyni, mert sátán tudja azt, hogy te ismered az írás, és te a bűneid bocsánatáért akarsz élni, szót fogadni Istennek, és egész addig fog ebben a folyamatba elvinni a meghunyászkodásba, amíg teljesen olyannál nem zülleszti az éles stílusodat, amilyen azoknak az embereknek az éles stílusa, akik már eleve Isten ítélete alatt vannak, és bármelyik pillanatban meghalnak, abban a pillanatban mennek a gyűjtőbe, ahol az elkárhozott embereknek a lelkei vannak, és várnak majd az utolsó ezer év utáni végső nagy ítélettételbe, ahol aztán belesznek az emberek szórva a tóba, azért, mert ö vagy nem, is nem keresték, nem ismerték Isten igazságát, és engedetlenségben haltak meg, vagy ismerték, de elhagyták az bármiért is. Ugye ezért mondja az írásban az, hogy hogy talán pálapostol által, hogy, hogy Isten nem a meghátrálásnak és a félelemnek a lelkületét, az értelmét adta nekünk, hanem a fiúságnak és a bátorságnak ugye a, a lelkületét. Ugye, azt mondja, hogy ami által kiáltjuk azt, hogy szeretünk atyánk, abba atyánk. Tehát lelkileg úgy kiáltjuk azt, hogy szeretünk atyánk, hogyha szót fogadunk az ő utasításainak és parancsolatainak, teljesen mindegy, hogy milyen környezetben élünk, ugye, ha munkahelyen vagyunk, gonosz beszédű emberek között, vagy a rokonaink és az ismerőseink, vagy a barátaink borzasztó rossz erkölcsűek, és akaratlanul is arra akarnak ösztönözni, hogy ugyanúgy viselkedjünk, mint ők, ugye, hogyha azoknak szót fogadunk, akkor nem azt kiáltjuk, amit ti is beszélgettétek a beszélgetésseltekben a, a fohászkodással kapcsolatban, hogy nagyon jól megfogalmaztátok, nem arról van szó az Isten szerinti a hatodik korszakban a, foga, a fohászkodás, az Istentől való kegyelemkérés, hogy beszélben, jaj, bocsáss meg Istenünk, így szeretünk, Jézus, úgy szeretünk Istenünk, stb. stb. meg ezt teszem, meg azt teszem, megváltozok, jó leszek. Isten nem érdekli ez a hazugság, hanem a viselkedésünkkel fohászkodunk. Ha Isten látja, hogy szót fogadunk az ő parancsolatainak, az azt jelenti, hogy mi komolyan veszük azt, bocsánatot akarunk tőle kapni, ugye? És ez ugyanígy van a az előbb említett dologgal kapcsolatban. Hogyha ö, meghunyászkodunk, és csak azért, hogy békén hagyjanak, ö, fölveszük az ő viselkedésüket, játsszuk a hülyét, már akkor is tulajdonképpen földobtuk az üdvösségünket. Nekünk ö, minden körülmények között bátornak kell lennünk, azaz engedelmeskednünk kell, és ö, nem szabad beleelegyednünk bármi is az ára, ha kidobnak a munkáiről, akkor is inkább Istennek kell szót fogadni, de nem ö, viselkedhetünk úgy, és nem beszélhetünk úgy, nem lehet az az élet célunk, mint nekik, ö, és ö, nem létesíthetünk kapcsolatot csak akárkivel a ö, barátságot, aki csak, ö, aki, ö, vel összetalálkozunk az életünk során, ö, se ö, munkahelyi, se ö, ö, ilyenfajta barátságot nem köthetünk, sem olyan barátságokat, amik ö, ö, Isten parancsaiból nézve, férfi és nő között, ö, teljesen illegális, tehát nem állhatok neki bibliaolvasóként, és, ö, és ö, több éve az Isten igazságában élőként, nem állhatok neki férfiként ö, ö, szerelmi kapcsolatot létrehozni és ápolni Isten igazságától idegen, ö, istentelen nőkkel, asszonyokkal főrjek nem férjes asszonyokkal, és fordítva is, tehát bibliát olvasom nőként, asszonyként nem állhatok neki barátságot ápolni, sülve-fölve barátságot olyan nőkkel, asszonyokkal, barát, nem létesíthetek olyan barátnő kapcsolatot, ami, ami csak ö, ö, belevisz a bűnbe és a, a, az engedetlenségbe azáltal, hogy egyszer csak észre se veszem, már úgy beszélek, mint ők, ugyanúgy viselkedek, mint ők, és nem ápolhatok kapcsolatot főként férfiakkal, főként fé, nős feleséges férfiakkal nem ápolgathatok kapcsolatot, nem adhatom jelét annak, hogyha ő próbálkozik, gyenge vagyok, és nem, és nem állok ellen, és hagyom, hogy a szituáció úgy vigyen. Tehát nagyon-nagyon észnék kell lennünk, ezért mondja az írás az, hogy Pál mondja, hogy meg vagyok győződve, hogy Istennek az értelme, és a Krisztusnak az értelme van benne. Mi azért olvassuk a Bibliát, azért gyűlünk össze hogy szert tegyünk az Isten értelmének az ismeretére. Ebben a utasítások, parancsolatok vannak, ha ezt keresjük, kutatjuk megállás nélkül, bármi történik az életünkbe, akkor is azt kell tudakoznunk azért, hogy felkészültek legyünk, hogy bizonyos szituációkban, amikor akár keményen, aregánsan is fel kell lépnünk, hogy kinyilvánítsuk azt, hogy én nem vagyok hajlandó alávetni magamat senki ember fiának a gonosz, rossz, rossz erkölcsének, és nem, nem szolgáltatom ki magamat senki ember fiának, csak azért, hogy nehogy rosszul, rosszat mondjanak rám az emberek, vagy rosszat gondoljanak rólam, vagy rosszat híreszteljenek rólam, nem vagyok ennek a nyomásnak, sátán nyomásának, nem vagyok hajlandó alávetni magamat, mert nekem az üdvösségem, a bűneimért való bocsánatom, Azáltal, hogy meggondoltam magam is, Isten erkölcsibe akarok élni, és a parancsolatok szót fogadni, ez sokkal-sokkal fontosabb nekem, mint bármi más ezen a földön, mert ehhez. Csak egyetlen egy esélyem és lehetőségem van addig, amíg élek és lélegzek. És mivel nem tudom az életemnek az idejét, lehet a következő pillanatban belém vág a villám, lehet, hogy rám dől egy fa, lehet, hogy egy őrült nekem én az autóval, egy kamionnal eltapos és kész, lehet, hogy valami mérgezettet fogsz enni, vagy ö, olyan hirtelen betegséget ö, kapsz, valami olyat eszel iszol, ami olyan reakciót vár ki, hogy elpatkolsz benne. Nem tudhatod, de minden egyes pillanatunk itt a Földön, főleg ö, 40 év fölött, minden egyes pillanatunk kegyelem uh, Istentől. És uh, ha ezeket a pillanatokat úgy éljük meg, hogy játszadozunk uh, a bűn és az engedelmesség között, ingázunk, akkor nagyon kockázatos játékot kezdtünk el játszani sátánnal, mert ő ki fogja használni az alkalmat, hogy olyan embereket tereljen körénk akik ki fogják belőlünk préselni azt, hogy visszamenjünk az ő világába, és velük együtt pusztuljunk el és kárhozzunk el. Szóval a tét az nagyon-nagyon az nagy és hatalmas. Szóval ezért gyűlünk össze, ezért beszélgetünk, és ezért beszélünk arról, hogy igenis az Isten beszéde, a Biblia az az ő szava, amit hozzánk intéz, benne lefekteti azokat az irányelveket, aminek ha alávetjük magad, meg tud menteni bennünket, meg tud óvni bennünket, és segíteni tud bennünket, el tud bennünket látni még akkor is, amikor a világban mindenki éhezik és pusztul akkor is a segítségünkre tud lenni. Ellenkező esetben, hogyha vele való ö, a szövetséges viszonyt felrúgjuk az engedetlenségeink által, abban a pillanatban elvesztettünk mindent. Szóval ez csak itt bevezetőnek ö, mondom el, hogy ha esetleg ö, könnyelműség gondolatai fogták el, az értelmünket, foglalták -e az értelmünket, akkor térjünk vissza nagyon komolyan az Isten szerinti gondolkodáshoz, ahhoz, hogy tudakozzuk az ő tőle tudható ismereteket, mert abban van benne a kulcsa annak, hogy hogyan menekülhetünk meg. Ha nem akarunk megmenekülni, és úgy akarunk járni, mint az átlag hülye ember, a bolondok, akik élik az életüket, ahogy esik, úgy puffanik, és amikor majd ott állnak, majd a szakadék szélén, amikor szórják be az embereket a kénkövel izzó tóba, az Istennek a, 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 az ítélettétere kiküldött angyalai, akkor, akkor nehogy eszünkbe jusson fölemelni a szavunkat, hogy hogy történhet ez, hogy csinálhat velünk ez, a, ez az Isten, akiről mindenki azt mondja, hogy hát ő milyen jó Isten, ő nem lenne képes ilyenre, hogy ilyen ne történhessen velünk, ezért jobban tesszük, hogyha nagyon komolyan vesszük az Isten, az ő igazságát, az ő parancsolatait, és azt, hogy hol, mikor, hogyan, kivel, hogyan viselkedünk, és hogyan beszélgetünk, mikről beszélgetünk, kinek milyen szívességet teszünk meg, kit miért sajnálunk meg, és miért nem sajnálunk meg, hogy egy, egy valaki sajnáltatja magát nehogy ürügy lehessen arra, hogy belopózik az életünkbe, és akkor rávesz bennünket mindenféle istentelenségre azért, hogy elkárhozzunk. Hogy zsákmányt vessenek bennünk az emberek. Mi nem adhatjuk meg, ahogy Pál Lapostól is mondta, hogy mi nem engedhetjük meg a közénk belopózónak, vagy a velünk kapcsolatot valamilyen érthetetlen oknál fogva istentelen igazságtalanságban élő emberek kapcsolatot akarnak ápolni és nem értjük, hogy, hogy miért ez, ez az érthetetlen nagy szándék és jó szándék irántunk, akkor igenis gondolkozzunk el azon, hogy hogyan vethet, szánd, hogyan vethet zsákmányt bennünk valaki, mit akar tőlünk kicsikarni vagy elvenni, vagy a részesévé tenni valamilyen bűnnek. Remélem, hogy mindannyian tisztán értjük azt, amiről most beszéltem, és egy életre megjegyezzük azt, hogy, hogy miért vagyunk itt, és miért csináljuk azt, amit csinálunk, miért kezdtük el a Bibliát olvasni, és miért kezdtük el tudakozni az ő utasításait, hogy megtudjuk az ő tökéletes akaratát, hogy ne csellengjünk ide-oda, mint a gyülekezetekben, meg a szektákban levő emberek, hogy találgatják, megpróbálják kitalálni, ha ezt csinálom, akkor az talán jó lesz az Istennek, vagy ha azt csinálom, akkor ezt megengedi még Isten? Nem, Isten nem a megengedésnek az Isten, nem, nekünk nem azt az Istent kell keresnünk és szolgálnunk, hanem nekünk azt az Istent, akinek tökéletes akarata van velünk, hogy hogyan gondolkodjunk, hogyan érezzünk, hogyan akarjunk, mit cselekedjünk, kivel, mikor és hogyan viselkedjünk, hogy nekünk ezt kell tudakoznunk addig, amíg, amíg el nem ásnak bennünket a föld alá két méterre. Ennyire komoly ez a. Ez a harc, ez a háború itt a földön az életünkért, a lelkünkért, az értelmünkért, a bűneink bocsánatáért. Ezért küzdött az az ember, akit vallásosan Jézus Krisztusnak neveznek, uh, Isten pedig az ő uh, elküldött élő igazságának, a Szentléleknek nevez, mert ahelyett, uh, hogy elindult volna karriert csinálni, föladta a földi karrierjét ácsként, jó szakemberként, és választotta a szegénységet azért, hogy néhány idiótát megmenthessen az Istennek az ítéletétől. Szóval ennyire komoly ez a, ez a dolog itt a, a földön, ez, ezen a, ebben, a, ebben a börtöncella világban. Ugye érthető volt mindenki számára, amiről itt most néhány percben beszéltem. Igen, Szen, nekem, Szen, Szen, nekem hogyha csak ennyi lenne a ma esti tanítás, és ez nekem egy hatalmas tanítás volt, most úgyhogy igen, érthető volt, és köszönöm. Ha, ha már csak ennyit vinnék magammal a mai estéből, amennyi most itt elmondtál, akkor ez már ez is elég lenne. Nagyon jó kifejtettet. Köszönöm szépen.